Sziasztok! Kezdjünk is bele az új sorozatba, stream sorozatba. Nem jött össze, mert nincs átállítva a hang. Egy pillanat. Így ki akarok lépni, igen. Realtek, audio, Shadeshammer, ez az. Oda tedd, legyen szíves, mert az OBS is onnan veszi a hangot. Szia, Trex! Az 1C Company. Nem is tudom, hogy az 1C az most orosz vagy micsoda. Nem tudom. Szia, Márk! Na, először is ki kéne találni, hogy hova tegyem a fejemet. Kings Bounty-zni fogunk a második részével, ugye az elsőt végigvittük már, és ezt most voltam olyan kedves, és letöltöttem hozzá nektek a magyarítást. Az Armored Princess, azaz a harcos hercegnővel fogunk játszani, az alapjáték. A többi meg ilyen mini kampányok, azt nem biztos, hogy szeretném. Az alapjáték is kikult keci hosszú lesz, tehát ilyen 30 fölötti. Köszi a subot. A 30 fölötti streamre számolok, nagyon-nagyon-nagyon sokáig fogjuk ezt játszani. Legjobb rész, valóban a legjobb rész szerintem is. Bocsánat, csak. Na mindegy. Szóval, sztori az, ahogy itt látjátok is, hogy az első rész vége óta, mióta Bill Gilbert lezúzta a Bál fődémont, azóta ő szépen visszatért, és megvárta, amíg ő nincs itthon, mert elment mindenféle világokat kutatni, és jól megtámadta Darion-t, és azóta fölnőtt ez a kislány, akit alapból ugye meg kellett menteni az első játékban, és ő lesz itt most a feminista szuperhíró. Erős, strong female karakter, amúgy tényleg teljesen jó, semmi gond nincs vele. És ő lesz most, aki szembeszállít mindennel. Úgyhogy én szerintem el is indítom ezt. Azt hiszem a beállításaim azok jók, jól vannak megoldva. A zene nem hangos nagyon? Azt most mondjátok. Tudjátok mit? Egy kicsit halkítok nektek rajta, így az OBS-ben. Szia, Csabi! Ó, elvileg minden maxra van húzva. Anizotropik lehet, ha 16-os is. Orkosat vigyem. De az csak egy... De ez csak izé, nem? Ez csak a kiegészítő... kampány. Vagy ez az egész játék, plusz az orkok menetelése? Mennyi kurva hangos az OBS-nak. Lejjebb kell vennem a hangerejét. Mert amúgy tök jó zenéje van, és nem akarom lehakítani, úgy igazán. Igen? Na, akkor ezt visszük. Azt akarom egyébként, amiben minden is benne van. No, szóval 9 új küldetés, 13 varázslat, akármi. Na, új játék. Játékot újra kell indítani. Akkor újraindítjuk a játékot. Persze már átállítottam az anizotropikus szűrőt 4x-ről 16x-osra. Nos, legutóbb a Legends-et mágussal játszottuk. Most legyen paplovag szerintem. Én azt mondom, vagy harcosok legyünk. Igen, tudom, csak ugye nekem az a gondom a haragládával, hogy nem használható a főbosszok ellen egyáltalán. De szerintem most a harcosom töprengek.
hogy nem a paplóvagon. Harcosok leszünk, legyünk harcosok. Piros rúnákat fogunk gyűjtögetni. Amelie hercegnő, beceneve. Mi Johnny? Nah. Legutóbb varázslók voltunk, most nem varázslunk. Most a haragláda lesz az izom kurva életerősség. És a csapatainknak a támadására alapozunk. Atakkolunk izomból. Nos. Legyen az a nevünk, hogy... Péna. Na jó, nem. Legyen az a nevünk, hogy strong, female... Ne. Mindegy, strong female, tökéletes. Legyen valami nagyon-nagyon cukcsa jelünk. És akkor tovább. Mi a fasz, ez még szinkron is? Nem már! Júj, de gyász! Bill Gilbert hírneves lovag lett a fiatal Amelie hercegnő mentora, kitanítva őt a harc művészetére. Idővel a hercegnő gyönyörű, ifjú hölgyé érett, ezért Bill Gilbert határozott, elhagyja Békés Endóriát, és új világok titkainak felfedezésére indul. A retteget fődémon Bál, kihasználva a neves lovag távozását, úgy döntött, támadást indít Endoria ellen, ezért kinyitotta a pokol odavezető kapuját, hogy lerohant a földjeit, megsemmisítve mindent, mi útjába került. A törpék és a tündék gyorsan elestek. Mostanra csak Romberg vára és Mark király állnak ellent a démoni hordáknak. Ó, és még az internet is szar, hát csodálatos. Egyetlen reménye a bátor Bill Gilbert visszahívása, aki most sajnos egy másik világban. Igen, látom. Az ő megtalálása az egyetlen remény arra, hogy Endoria gyönyörű világát ne nyelje örökre a pokol démoni rontása. Na, most visszaállt. Jó, hát akik megcsinálták a magyarítást hozzá, úgy tűnik, hogy szinkront is raktak bele. Nos, egy pillanat, csak át kell helyeznem a kamerámat, és szerintem itt lesz a legjobb helyen a legfelső sarokba. Úgyhogy ezt most meg is tesszük. Oda. Pillanat csak. Így. Jó. Jó, ezek itt fenntartják az erőteret. Lovagok temploma. Tudtok segíteni? Mit tudtok róla? Semmit? Ó, lovagi portré. Mi ez? Plusz egy morál minden embernek. Az idő órája. Kérlek, ülj ide mellém. Szeretnék komolyan elbeszélgetni veled. Miközben egy fődémon támadja a kapukat. Ez biztos ilyen nyugodtan működik. Mindegy. Holnapra? Egy napunk van? Az igen. Jó. Jó. Igen.
Csoda jó. Így van, adjuk oda Sivariusnak. Tessék. Tessék itt az időórája. Itt úgyis izé, úgyse kapunk tőle extra küldit. Tessék. Ez kiment. Szevasz. Ja, hogy majd ő elviszi, mi? Nem mehetsz, nem mehetsz, nem mehetsz, hazudsz, azt mondja. Aha. Hogy tudod használni? Ja, hogy ezért elég az egy nap. Világos. Főáruk, próbáljuk ki. Ne aggódjál, főmágus. Ennyi. Most minden időhurokban van. Engem kivéve. Megérkezünk Tejanába. Egy másik világba. Ki kell találni, hova is érkeztünk. Az őr úgyse enged ki minket. Az meg csukva van. Frederik. Igen, én voltam, én jöttem a másik világból. Ja. Igen. Bátorság köve. Egy teana 8 kövéből. Az isteni hatalom kulcsa. Jó, megfogjuk a követ. Igen. Persze, segítesz mindenbe. Itt is van baj, megállítjuk a bajt. Persze. Szeretem az ajándékokat, hol van? Így van. Hadi Akadémia, rendben. Na, kaptam is plusz 20 vezetői képességet. Ide pedig. Na, még mindig nem tudom bemenni. Ja, hogy ide? Ah, jön a tutoriál. Jön a tutoriál. Sárkányom neve ugye Baby Midir lesz? Nem. Sárkány kölyök. Ja, igen, igen. Tiszta cukiság. Szerezzünk egy sárkányt magunknak. De még mielőtt így teszünk. Lóvé! Meg még 10 vezetői képesség. Hopp, és már ástunk is. Érdekes, hogy nem jelezte, hogy van kincs. Cseh! Na, és akkor olyan sárkányt kell választani, ami nekünk jó lesz. Plusz egy támadás, gömbvillám. Plusz 5 harag, mana utánpótlás. Plusz 5
Ez plusz egy, mi? Zöld, plusz egy értelem, kincskereső képesség. Ó, kincskereső az király. Jó lenne. Sárga nagyon érdekes. Misztikus tojás. Azt nem. Gömbvillám. Plusz egy mana. Plusz egy kezdeményezés állatoknak és sárkányoknak. Szerintem a plusz egy harag lesz a nyerő. Aztán majd a kincskeresőt kitanuljuk. Azt mondja, plusz 5 harag. Az kell. Rendben, gondját viselem. Ennyi volt? Annyi baj legyen. Jó, hozd le. Na. Ez a pillanatnyilag elég kicsi, de pár röpke évszázad alatt. Félelmetes sárkány lesz belőle. Sárkányom neve. Baszó állat. Így. És akkor itt van. Itt van a sárkánykánk. Csonttörő ütés. Mana utánpótlás. Tök jó. Kell nekünk vérszomj. A harcban nem fogy le teljesen a haragpontod. Tiszta kemény. Azt mondja, hát el kell kezdenünk durván fejleszgetni. Ugyan itt is itt van a tanulás. Majd a zöld rúnáinkat tartalékoljuk, mert a plusz TP az ide is kell. Jó. Ez viszont nagyon kell, ez. Hogy én kezdjek. Jó van, figyelj, én sem fogok sokáig streamelni, mert a gyerek már fölkelt. Úgyhogy... kb. Ennyire futotta így reggel. Harci kiképzés. Persze. Ha, persze, tanuljunk meg. Csináljuk meg a tutoriált. Kincskeresés. Kerek pajzs. Tökéletes. Egy fegyver. Egy pajzs. Plusz egy védekezés, plusz egy támadás. Ja, igen. Jókor érkeztél. Rendben, köszönöm. Kinyitják a kaput. Mágikus kristály. Igen. Sereged és tartalékod kezelése. Ja igen, mert itt már úgy is van tartalék, hogy nem kell kifejleszteni. Az első részben ez egy külön skill volt. Ugye tartalékot ki kell fejleszteni. Milyen furán? Na mindegy. Nekem így pont fordítva kéne állnom, nem? Így. Így kellene. Ez a hülye tükrözés. Szövetséges csapatok. 5 darab szent lovag. Paladinok kemények amúgy. Jó reggelt! Szia, baba! Ez mondja. Sereget vezetni? Gyerekjáték! Megtámadjuk a tolvajok csapatát mindjárt. Csak előbb felveszünk a 800 aranyat. És nyomunk egy F5-öt. Ha-ha-ho! Jó. Ki ne nyisd! Visszatöltjük. Olyan nincs, hogy az ellenség kinyitja a kincses ládát.
Nézd meg. Nem már, miért kell? Nem. Akkor várja, akkor máshogy csináljuk. Megváltozik a harcnak a úgymond a miensége, meg a menete, hogyha átrendezzük a csapatainkat. Nem, kurvára nem változik meg. Kap be, akkor szedd föl az aranyamat, vagy akármi is volt benne. De micsoda, hát én ezt már... Na várjál. Beállítások, harc animációja, sebesség magas, hogy ne legyen már ilyen gyászlassuk. Na így, hogy lássuk is, hogy ki mikor jön. Sekány. Ja persze, hát nincs haragom. Ezeket nem szabad elvarázsolni, mert akkor nem lesz sose. Úgyhogy most csak annyit tudunk csinálni, hogy... Egyet előre lépünk. És belenyilazunk az arcába annak az IS-nak. És védekezünk. És... Lelkesítjük őt, vagy várjál, nem, mert akkor nem tudunk menni. Na jó. Mindenképp ki kell szaladni a lovagokkal. Jaj, tudjátok, mit kell csinálni? Nem is így kell csinálni. Úgy kell csinálni, hogy őt elrakjuk, őt is elrakjuk, a macikát kiküldjük a csapatból, és csak a paplovagokkal indulunk neki a dolognak. Jó? Ugyanis olyan szinten izmosak a paplovagok, hogy mindent kibírnak. Legalábbis ezeknek a csapkodásait mindenképpen. És most az lenne a cél, hogy senki ne halljon meg. Hogy csak nem sikerült megölni. Elvéti. Viccesz. Mi az, hogy elvéti? Na nem már. Na jó, sárkányozzunk. Te onnan ne lövődözzél már, légy szíves. Pü! Meggyógyultunk. Az a baj, nem fogom elérni a izét. Azt a hülye kincses ládát. Ha csak nem nyomok magamra egy ilyet. Plusz egy, nem valami sok. Nem baj, fogunk még találni gyorsító varázslatot, ebben biztos vagyok. Te, ne ölesd meg magad, légy szíves. 8. Picsába. Az baj, nem én fogok kezdeni, oda jön, megüt, és na mindegy, nem tudom felvenni a ládát. Pedig én fel akarom menni ezt a hülye ládát. És ha ezt csinálom, hogy ide teszem ezt, akkor nem kapok még egy pontot? Ú, dehogy nem. Nagyon jó. Ez az enyém. 480 arany. Pü! Na, azért csináltam ezt így. Aztán most már megnézzük a herót. És itt vannak ilyenek, hogy kitüntetések. Ez nem volt benne az első részben. És itt vannak ilyenek, hogy vesztesség nélküli győzelmek, megölt ellenséges hősök, ilyen achievementek kb. Csak kapsz érték jutalmat is. Azért kell ezt így csinálni, minél hamarabb elérjük a nagy stratégának a harmadik szintjét. Már az elsőjére is kapok 200 vezető képességet, ami azért vicces, mert oké, hogy most 2210 van, de ez most csak azért van, mert tutoriában vagyok, amúgy 210 vagy valami hasonló a mostani mennyiség. Úgyhogy
az így kb. Megduplázza a izémet, a cuccomat. Na, a tekercseket felvesszük, bosszú álló angyal. Szeretnék varázskönyvekről tanulni? Nem, mert tudom, hogy... Tudom, hogy működnek a varázslatok és a tekercsek. Pontosság. Mágikus kisrej. Mentünk egyet. Mortimágus. Támadj meg. Adj. Nyomd meg a varázskönyvedet. És idézd egy varázslatot. Bosszú álló angyal. Ez amúgy egy vicces varázslat. Ezt rányomod az emberedre. És ha valaki megtámadja, arra így visszacsap a spell. Na, ezt lerúgjuk. Pö! Futi. Ne nyisd ki a ládát. Az búza dolog. Dzünn. Plötty. A sárkányod. Ó, az körönként tudja ezt használni. Hú, az nagyon jó. Figyelj, azt légy szíves. Üsd nagyon. Ennek nincs célpontja. Hát sajnos. Nem. Ide megyünk. Ki kell nyitni azt a ládát. Úgyse tudják megölni a lovagot. Azt vett fel. Jaj, mondjuk a sárkányra rúgni kellett volna. A sárkány mindig használni kell, hogy fejlődjön. És kapja az új skilleket. Ne te főrugle. Anyád. Felruglak. Ide mellé Pi. Vissza, és átpakolhatod, ha szeretnél. De ne őst. Csát. Pi. Na, már minden növényre köp valamit. Hagyjátok ezt abba gyorsan. Imádkozzunk egyet. Feltöttél teljes HP-ját. Nézzek, ezek egymásnak a hulláiba köpködik a növényeket. Mindegy, meghalnak. Tutoriálnak, pont jó. Szépen lassan abba is fogom. Egy. Effort. Na, visszarakta az összes cuccot, de... Ja, még a elküldött medvéjémet is visszaadta. Na, látjátok, most 210 vezetői képességem van. Az a 2000 azért kellett, hogy tudjam használni a paladinokat. Teszed? Gyere ide! Az a lembe. Megeszlek. Figyelj csak, Dávid, nézd. Tessék. Ott van. Újni. Jó. Üdvözlünk, Teanán! Na, kapunk egy rakás rúnát. Plusz 40 vezetői képességet. Ami így önmagában nem hangzik túl soknak.
Van valami munkád? Ellenséges kém? Természetesen, elkapjuk az ellenséges kémet. Van valami munkád? Rablóbanda feje? Persze. Kell egy hajó. Köszi. És már oda is tette a hajómat. Ha, nagyon jó. Lopkodás következik. Durván. Dulván. 45 ezerért a sárkányölőkard. Tiszta kemény. 4000ért. Kettő védekezés. Van annyi pénzem? Van, de akkor nem tudok embert venni. A növendék botja. No. Vásároljuk magunknak egy adag emberkét. Ez a hordányi paraszt szerintem nem kell. Aztán meglátjuk, hogy miből élünk. Még ez még kevés lesz. Oké, mit jobban jött? Urlilk. Ja, persze segítünk. Segítünk az orkoknak. Mit kell tennem? Jó, mutasd a harcosaid. Te vérsámán. Kuplinsámán. Orkvadász. Te. Ezek konkrétak ám. Fú, de nagyon. Csak kevés van belőle. Az a baj. Tehát hiába veszem ezeket meg. Nem lesz elég a... Egy idő után elfogy, és nem tudom föltölteni a készleteket. Ha. Történt valami figyelemre méltó? Milyen torony? Mi van ebben a toronyban? Mi van az ajtóval? Köszi. Munkát keresek. Van munkád? Szörnyek gyilkolása magamnak való munka. Tök jó. Mit tudsz eladni? Az 50 ezres intes cucc. Ez nagyon kemény. A rúna mágus. A rúna mágus kemény. 2000 vezetői képesség, egyetlen darab belőle. Köszi. Azt hiszem, azt még megvárjuk. De inquisitort vásárolhatnánk, még ha csak kettőt is. Bajnoki öv. Ezt meg kell venni 8000-ért. Ezt meg kell venni. Plusz 150 vezetői képesség. Leadership. Hát van elképzelésem, hogy milyen egységekkel szeretnék játszani, de nem biztos, hogy lesz a játékban ilyen. Igen, kész vagyok. Mi? Nem vagyok kész. Bassza meg. Egyáltalán nem vagyok kész. Na jó, mindegy. Lehet mégis kész vagyok. Azt az egyet lőjük le, vagy rúgjuk le, ne tudjon itt lőni. És a lovagot meg majd leütögeti a sárkányom. Jó, ez most nem. Szent harag. Hát, jó, tessék. Ilyet akarok, hogy csak egyet tudjon lépni. Defend. De nagyon megy a rinya itt a háttérbe. Engedd ide, itt a chips. Nézd csak, mi van ott, Dávid. Adta, asszonya, add ide. Na, mire ide érsz, szétruglak. Ez az. Király engedély. Oké.
Oké. Azt mondja... Egységhely 1, IS 5. Nincs elég trófea, 60x60. Ez micsoda? Ez nem is tudom, ez micsoda. Fejlesztés. Kiképzés maximál. Mi ez? Magasabb szintre képezni harcosaimat. Talán valami más fogok megpróbálni. Meg tudsz tanítani valamire? A visszatámadás. Igen, és mi kell hozzá? Jó. Az Úr áldása záporozzon rád mindörökké, azt mondja. Igen. Monteróba menjek el. És... valami szörnyet kell legyilkolni. 3 darab rúnáért. 1100 TP, hát az nem most lesz. Az nem most lesz. Szeretném látni, mit árulsz. Ez, az ellenségek nem támadnak vissza a csata első két körében. Az milyen szett? Szellempáncél, szellemkard, láthatatlan kalpag. Aha. És itt mit árultak? Ez vadász tüske? Aha, ez köpködő tüske. Az jó. Ezt megvesszük. De drága. De akkor is meg kell venni, mert elhasználtam a sajátomat. Kalap 50 vezetői képességért. Azt megvesszük, mert nincs kalapunk. És veszünk vadász tüskét. Egy. Ez a bónusz 50, ez talán elég nekünk arra. Szeretnék kereskedni veled. Mérnök. Mérnök nem kell, milyen gyűrű ez. Ez annyira nem kell nekem. Viszont... adjál még egy... nem, nincs annyim. Na jó, akkor viszont innen vásárolunk, hogyha... hát csak elég valamire az a bónusz 50 vezetői képesség, hát. Ja, nem, ez csak 20. Ja, mert 50 kell egy ijászhoz. Akkor viszont a izéből tudok venni, a virágból. Ott egy piros rúna. Mekkorát tekertem a térképen. Kukucs. Ellenséges csapat gyenge. Ham. Miért te kezdesz? Mi ez, goblin sámán? De... ez csalás. Hát ezt le kell rúgni. Így viccelődik. Dávid, nem. Jó, ezt nem. Nyomunk egy ilyet. Megpróbáljuk felszedni. Apa? Igen. Nem baj. Mindjárt úgyis idő van, független attól, hogy itt a gyerek vagy nincs. Visszatöltjük. És őt kicseréljük ővele. És akkor föl tudom szedni egyből a kincset. Ami persze most nyilván nem ott van. De cserébe két kincs van. Így lehet, hogy ez így még jobb is. Homályos a facecam? Persze, mert a hülye izé. Na így. Mert rossz helyre fókuszál.
Azt lőd le. Szalad a medve. De sokan lesztek. Nem baj. Rúgdosódunk. A macikát üthetik. Neki jó, jó sok HP-je van. Ne te. Egyet lépje hátra. Így lassítsd le. Ne érjél el senkit, csak a kardos emberemet. Na, ezt fővesszük. Egy varázslót. És ezt is felvesszük. Adrenalin totem-e. Nekem pénz kell, most nem spelleket adjál. Pénzt meg rúnát. Hűde, majdnem megettek egy izét. Jó, hogy itt csak meg kell izémet. Macikámat. Ennyi. Pü! Na. Nem vesztettünk senkit, ez már 2 a 10-ből. 1, 2, 3000 pénz. Nagyon helyes. 8000-re gyűjtünk. Egy erőrúna. Gyere már le innen. Kőbőr. Az egy vicces varázslat. Főleg az ilyen paladin félességeken. Itt egy tekercs. Ez egy navigációs térkép egy másik szigetre. Ne vedd föl a kincset. Helyet cserélünk. Ne vedd fel a kincsemet, bunkó dolog. Gyere. Gyere, itt harcolunk. Mindegy, akkor vegyed föl. Szarok rá. Izé, kikapcsoltam a mikrofont. Szóval nem halt meg a kardforgatom, szerencsére. Ez hasznos. Meg is gyógyítjuk. Ezt lőd le. És azt lőd le. Mer. Ennyi. Ne te. Ez az kincskeresés.
Nagyon jó. Ez pedig egy új térkép. Skarlát szélszigete. Ez a kettő. Igen, ez a világ, ez szigetekből áll össze. Úristen, a világnak is vége lett! Ennyi volt a reggeli stream, szerintem. Ahogy halljátok. Ezt itt most elsavérjuk, mentés. Debír. Kóki falat. Ka. Így, öfföt. És akkor innen folytatjuk majd este valamennyit. Meglátjuk mennyit. Úgyhogy mindenki menjen dolgozni, vagy akárhová is. Vagy a vérbe. Így. Addig sziasztok.